Bocsánatot kérek Novák Katalintól, amiért azt mondtam, hogy Fülig szerelmes Orbán Viktorba. Ez nyilván nem így van. Nyilván valami más oka van annak, hogy a köztársasági elnökünk a fülében hordja a miniszterelnök urat, és szerelmesnek tűnő tekintettel bámulja állandóan. Valószínűleg én értettem félre valamit, bocsi. Bocsánatot kérek Torockai Lászlótól, amiért azt mondtam róla és a pártjáról, hogy mi hasznák. Ráadásul több videómban is így hívtam őket. Bocsánatot kérek ezért, ugyanis nagyon is van hasznuk. Orbán Viktor számára kifejezetten hasznosak. Hiszen azáltal, hogy ott csücsülnek most már ők is a parlamentben, a Fidesz egyáltalán nem tűnik annyira fasisztának, mint korábban. Most, hogy már két szélsőséges párt van az országgyűlésben, sokak számára úgy tűnhet, hogy az, amit képviselnek, normális. Úgyhogy, dehogy mi hasznák? Persze ettől még így fogom hívni őket, mert én egy megáltalkodott lipsi szemétláda vagyok, és mert Magyarország számára tényleg nincs semmi haszna ennek a társaságnak, de kit érdekel Magyarország? Itt már csak Orbán Viktor számít számára pedig nagyon is hasznosak, ami hasznák. Bocsánatot kérek Bohár Dánieltől és a többi fideszes propagandistától, amiért fogyatékosoknak neveztem őket. Elnézést kérek tőlük a magam és már Kizaj Péter nevében is, ugyanis ő is fogyatékosnak tartja őket, és ez hiba. Természetesen nem fogyatékosok, csak valamiért úgy tűnik, hogy azok, mert úgy viselkednek, Valójában ők kiváló színészek, akik nagyszerűen játszák a fogyatékost, és már kizaj Péter hibája, meg az enyém, hogy ahelyett, hogy a színészi képességeiket méltatnánk, lefogyatékosozzuk őket. Ha egy újságírónak vagy annak látszó személynek tízszer elmondasz valamit, és még mindig nem érti, akkor sem szabad őket fogyatékosnak nevezni, mert tök nyilvánvaló, hogy te fogalmaztál tízszer rosszul. Azért nem érti. Hát nem azért, mert hülye. Keressük mindig magunkban a hibát, és nem másban. Bocsánatot kérek Orbán Viktortól, amiért mini Putinnak neveztem. Orbán egyáltalán nem Putin kisebb változata, és nem, hogy nem Putin embere. Az igazság az, hogy Putyin Orbán embere. Putyin a mini Orbán. Elnézést kérek, hogy ezt eddig nem vettem észre. A tévedésemnek az volt az oka, hogy nem láttam be azt az igazságot, amit Vona Gábor már milliószor elmondott az ATV-ben, nevezetesen azt, hogy ó egy g vagyis Orbán egy géniusz. De nem csak egy olyan átlagos géniusz, hanem akkora, de akkora géniusz, hogy konkrétan ő irányítja Putyint az Ukrajna ellen indított háborúra is elsősorban azért volt szükség, mert Orbán elhatározta, hogy visszaszerzi Kárpát -alját. Most már világosan látom, hogy Putyin egy lépést se tehet semmilyen irányba sem, ha arra Orbán Viktortól nem kap engedét. Sajnálom, hogy nem láttam eddig a teljes képet. Sajnálom, hogy eddig csupán annyit vettem észre a valóságból, hogy Orbán Viktor irányítja az Európai Uniót, de az nem volt világos a számomra, hogy Oroszországot is. De csak eddig. Most már tudom, hogy milyen hatalmas is a mi nagy vezérünk. Bocsánat. Azért pedig külön elnézést kérek, hogy bolondnak neveztem, csak azért, mert egyszer ezt mondja, egyszer meg azt. Belátom, hogy én gondolkodtam rosszul a politikáról, ostobaság volt a részemről azt gondolni, hogy egy államférfi szavának súlya van. Hogy egy államférfitól elvárható, hogy nem váltogatja a nézeteit, és hogy egyértelműen állást foglal abban a kérdésben, hogy kelet vagy nyugat. Kiderült most már számomra is, hogy az igazi államférfi össze-vissza hazudozik az Uniónak is, és a választóinak is bocsánatot kérek Puzér Róberttől, amiért két videómban is nem tetszésemnek adtam hangot, amiatt, hogy kihátrált MZP mögül. Belátom, hogy a választási vereség mindent felülír, amit korábban mondtunk. Most már tudom, hogy ha egy miniszterelnök jelölt nem nyer, akkor nyilván nem alkalmas. A győzelem tesz valakit alkalmassá. Persze emiatt azért van némi hiányérzetem. Nem emlékszem ugyanis arra, hogy Puzsér kihátrált volna saját maga mögül, amikor elbukta a sétáló Budapesttel a főpolgármester választást. Sőt, azóta is rendszeresen támadja Karácsony Gergelyt, pedig karácson nyert. Elnézést kérek, de én itt elvesztettem a fonalat. Ha MZP mögül ki kell hátrálni, mert nem tudott nyerni, akkor Puzsér mögül nem kell. Hiszen ő is elbukott. Ráadásul sokkal csúnyában bukott el, mint MZP. Bocsánatot kérek Magyarországtól, hogy a hülyék országának neveztem. A magyarok sosem lehetnek hülyék, hiszen magyarok. És a magyarokat szeretjük. Márpedig akiket szerettünk, azokat nem bánthatjuk. A népnek mindig igaza van, és a nép mindig csak jól tud dönteni. Olyasmi sosem fordulhat elő, hogy egy politikai erő propagandával meghűít egy népet. Az agymosás lehetetlen egy olyan országban, ahol mindenkinek ilyen patyolat tiszta a feje. Beláttam, hogy ha én itt hülyéket láttam, az csak azért lehetett, mert a gondolkodásom nem elég nemzeti. Nem szeretem eléggé Magyarországot. Elnézést kérek ezért. Bocsánatot kérek Jakab Pétertől és Gyurcsány Ferenctől, amiért több videómban is arról beszéltem, hogy nem a győzelem volt a legfontosabb a számukra. Miközben nagyon is a győzelem volt nekik a fontos. Jó, hát nem az ellenzék győzelme, hanem Orbán Viktoré, de az is győzelem. Bizonyára én vártam túl sokat az ellenzéktől. A győzelem akarása, lássuk be, túl nagy falat. Most már tudom, hogy ezt lehetetlen megugrani. Álmodozhatok én itt arról, hogy lesz egyszer egy olyan ellenzék, amelyik le akarja váltani a kormányt, de az az igazság, hogy ez nem reális. Szépen, lassan, lépésről lépésre kell haladni. Most még egyszerűen nem tartunk ott, hogy az ellenzék akarjon nyerni. Most meg kell elégednünk azzal, hogy veszíteni akarnak. Négy, vagy esetleg nyolc év múlva talán eljuthatunk odáig, hogy nem akarnak majd ekkorát bukni. De a kormányváltás szándéka teljesen irreális. Nem is értem, miket képzeltem. Elnézést kérek az ATV-től és az öt című műsortól amiért többször is azt mondtam róluk, vagy hát legalábbis célozgattam ilyesmire, hogy áll ellenzéki média, meg áll ellenzéki műsor lennének. El kellett volna mondanom az igazat, hogy az ATV egy kormánypárti televízió, az öt pedig egy kormánypárti műsor. Bocsánatot kérek, hogy már megint finomkodtam kifejezetten aljas húzás volt a részemről, hogy nem ismertem el eléggé azt a munkát, amit elsősorban Hont András és Cegléri Zoltán végzett ebben a műsorban, és amely minden kétséget kizáróan nagy mértékben hozzájárult Orbán Viktor újabb kétharmadához. Sőt, a fiúk jobban dolgoztak, mint a megafonosok, hiszen Orbán influencerei a Facebookon olyan primitíven hazudoztak, hogy még egy értelmesebb fideszesnek is leesett, hogy itt valami nagyon nem stimmel. De honték olyan kifinomultan nyírták az ellenzék miniszterelnök jelöltjét adásról adásra, amelyre már mondjuk egy rákai Filip, ha megfeszül se lett volna képes. Bravo! Bocsánatot kérek a Pesti srácoktól, a Pesti tévé kiváló munkatársaitól, amiért viccelődtem és gúnyolottam rajtuk akkor, amikor megtörtént velük a tragédia, hiszen megszűnt a Pesti tévé elsötétült a sötétség. Annyira megszűnt és annyira elsötétült, hogy azóta már fel is támadt. A srácok ugyanis az interneten zavartalanul folytatják pontosan ugyanazt a színvonalas munkát, amit eddig. A politikai hobbistát meg kimentette a hírtévé. Hála a magasságos Orbán Viktornak. A Pesti tévére mondjuk ki, szükség van mindegy, hogy milyen formában, de létezniük kell, hiszen a szerencsétlen ellenzéki szavazóknak alig maradt valami, ami röhöghetnek egy jót. Ha még ezt is elvennék tőlük, maradnának a halálunalmas, nagyon bátor képviselők a parlamentben meg Orbán Viktor gyűrött nadrágja. Jó, azért a megafonosokról se szabad teljesen elfeledkezni, ők is meglehetősen szórakoztatóak tudnak lenni, de a hatalmat kiszolgáló Orbánista bohócokból sosem elég. Bocsánatot kérek Kéz Zoltántól és Lukácsi Katalintól, amiért árulónak neveztem őket, miközben nyilván nem azok. Kéz Zoltán egyáltalán nem árult el senkit. Ő csak egy, egy saját pártot szeretne építeni, és ez ki kell csinálni a Márki Ennyi az egész. Nem árulás ez, csak szimpla ambíció. A politikához természetes módon hozzátartozik a potenciális ellenfelek kinyírása. Nem kell emögött mindenféle csúnyaságot látni, Persze Kéz Zoltán támadja már ki zajt, de nem azért, mert áruló, hanem azért, mert ő is szeretne egy pártot. És ha ennek az az ára, hogy bele kell rúgni egy hatalmasat a korábbi harcostársába, hát akkor ez az ára, ez van. Belátom, hogy erős szó ide az áruló. Az ambíciózus a helyes kifejezés. Lukácsi Katalin sem áruló, ő egyszerűen egy kritikát fogalmazott meg azt mondta arról az emberről, akit korábban az ország számára miniszterelnöknek ajánlott, hogy nem jó vezető. Ha Lukácsi Katalin egy étteremben dolgozott volna, na azt mondta volna a séfről, hogy nem tud főzni. Ami ugye egy, egy kritika, semmi több. De rögtön hozzátette volna, hogy nincs minden veszve, mert még megtanulhat főzni a séf úr. És ő ezt a kritikát nem a vendégek előtt mondta, csak a konyhában bocsánatot kérek Kövér Lászlótól, amiért az elme állapotával foglalkoztam az egyik videómban. Már csak azért is érdemes Kövértől bocsánatot kérni, mert a végén még engem is megbüntet pár millióra, és ezt nagyon nem akarom. Úgyhogy tényleg nagyon komolyan bocsi. Kövér László teljesen normális, ahogy az is teljesen normális, hogyha nem tetszik neki valami, mondjuk egy szó, vagy az a mód, ahogy az ellenzék tiltakozik valami ellen, akkor büntet, hiszen ezért van ott. Ez a dolga a házelnöknek, hogy az ellenzéket büntesse. Lehetőleg minél jobban, hogy rendesen fájjon, mert ez okoz örömöt a fideszes szavazóknak, és a szavazókat mindig ki kell szolgálni, erről szól a demokrácia. Most, hogy mindenkitől bocsánatot kértem, akitől akartam, Bocsánatot kérek tőled is, kedves nézőm már előre is, hogy megkérlek arra, iratkozz fel a csatornára, ha eddig nem iratkoztál fel. Továbbá bocs, de szeretném neked javasolni, hogy ha van kedved, nézd meg a többi bocsánat kérő videómat is, mert van még belőle három darab, mivel ez volt a negyedik, tehát volt még előtte három, és ha ide kattintasz a katt alá, akkor meg is nézheted őket, katt.